Ja, Endre, egy dolgot megfogadtam, hogy nem fogok sírni a stúdiót, mert ezt nem csináltad velem. Jaj. Tudsz nézni. Hát nézd. Na, de nem akarom, ez ilyen melodrámává teszi ezt az egészet, és nem akarok melodramatikus lenni, csak én egy ilyen vizes lelkű, vizes szívű senkiházi vagyok. Nem, hát volt olyan, hogy... Köszöntöm Önöket, Kadarka Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Gulyás Márton, politikai aktivista, rendező, riporter, a Partizán YouTube csatorna vezetője, munkáját tavaly Pulitzer emlékdíjjal jutalmazták. Édesapja Gulyás Gyula Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező. Felvételt nyert a Színművészeti Egyetem rendező szakára, de megszakította a tanulmányait. 2008 és 2014 között a Krétakör tagja, annak ügyvezetője. Számos nagy figyelmet kiváltott tiltakozás résztvevője, közéleti aktivizmusa sok esetben botrányokkal járt. A Slejm nevű videóvlogból kinőtt Partizán már a magyar nyilvánosság megkerülhetetlen és egyik legfontosabb terepe. A csatorna interjúit rendre több százezer ember követi, de volt már 2,5 milliós nézettségük is. Mielőtt Gulyás Mártonnal beszélgetek, kérem, hallgassák meg a műsor főtámogatójának rövid üzenetét. Charlie 77. Koncert az Arénában. Charlie 77. Könyvaboltokban. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig szertartásosan átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, ezúttal Gulyás Mártonnak, egy papírt, amelyen kifejezések szám szerint 20 kifejezés szerepel, valamennyi életének egy meghatározó aspektusára, korábbi idézetére, fontos szereplőjére utal, az én hitem és reményeim szerint igencsak rejtjelesen és talányosan tálalva. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, mely kifejezések közül választhat. Ezen múlna. Egyszer talán. Kell hozzá. Folyamatábra. Mi volt a legnehezebb? Nagy bölcs. Honnan hova? Csukott szem. Nehezítés. Nem bírtad ki? Megúszhatatlan. Erős szavak. Megfejtetted? Jellemnemesítés. Csak azért is. Ütésálló. Komolyan gondoltad? Két fenékkel. Ki hitte volna? Reggeli eszmélés. Ugye ez az a rész, amikor meg kell lepődni vendégként, mintha soha nem látott volna az ember egyetlen egy szavakon túl sem, hogy ó, akkor ezek közül most kell választanom, szerkesztő úr. Egyébként ez a legcsodálatosabb része az egésznek mindig, amikor a fogalmakat felolvasod, és lehet gondolkodni, hogy mit is gondoltál te valójában, és hogyan próbálsz elrejteni fogalmakat más fogalmak mögé, szóval ez nagyon izgalmas, és ezer gondolatot hozott ki már most belőlem. A végén elmondod az összeset legalább? Szívesen elmondom. Ez a reggeli eszmélés, ez nagyon irodalminak hangzik, úgyhogy kezdjük ezzel. Rengeteget dolgozol, de tényleg rengeteget. Te nem félsz attól, hogy egyszer reggel fölkelsz, és egyáltalán nem leszel kíváncsi mondjuk Molnár Zsoltra, akivel aznap beszélgetnél? Nem. Meg szerintem ez nem ilyen hirtelen történik meg. Vagy legalábbis nem tudom elképzelni, ilyen hirtelen meg tud történni, aztán persze lehet, hogy rám cáfol az élet. Minden interjúdat ugyanúgy élvezed? Nem ugyanúgy, mert valami nagyon élvezetes, tehát kiemelkedően élvezetes, de olyan nincs, amit így... tehát unalom az még nagyon messze van tőlem, vagy nem érzek unalmat egyáltalában. Olyat érzek persze, hogy mondjuk érkezik egy alany, és így mindig az viaskodik bennem, hogy mi az, ami a közfunkció, és mi az, ami a magánérdeklődés. És a magánérdeklődés valamikor erősebb, mint az, amit a közfunkció megkövetel. És akkor nehéz, hogy... az is nehéz alapvetően, hogyha valakivel szimpatizálsz, és muszáj konfliktust vállalni, mert egyszerűen a közfunkció megköveteli. És alapvetően, hát persze, rengeteg. És nem csak politikai, sőt. Szóval ettől így ebben a formában nem tartok, nagyon érdekel a munkám, nagyon nagy távlatokat látok még magam előtt, abban az értelemben, hogy... Na, például az, hogy érted, tehát ez is engem nagyon érdekel, hogy te most már a sokadik portré műsorodon vagy, portré műsor formátumodon vagy túl, és szerintem ez az egyik nagy erősséged, és ez például mindig nagyon nagy érdeklődéssel szoktam figyelni, mi lesz a következő formátum ötleted. Szerintem neked ez egy kifejezetten nagy erősséged, és ilyen értelemben nekem is vannak még ilyen terveim, amikor adott esetben akár már meglévő alanyokkal újra egy másik típusú összeállításban, vagy másik típusú keretezésben találkozni és beszélgetni.
Nem is félsz attól, hogy eljöhet az az idő, amikor már, azt hiszem Rothnak, Philip Rothnak van egy könyve, a kiégés. Igen. Én például félek tőle. Tehát, hogy amikor az ember, noha nagyon szeretné csinálni, de az a drive, az a hajtóerő, az a kíváncsiság, az már nincs benne. Fogják megmondni, mint én. Ebben te biztos? Ebben teljes. Ez a legfontosabb tanulsága számomra az idősebb pályatársak példájának. Hogy arra nagyon tudatosan kell készülni, most, amikor nagyon szalad a szekér, hogy ez nem természetes. Hogy nem fog maradni. Készülni? Hát úgy, hogy ezt tudomásul veszed, és nem tekinted valósnak. Tehát, hogy örülök, hogy van, rendkívül hálás vagyok érte, nagyon megbecsülöm, de nem tekintem természetesnek, nem tekintem valami olyasminek, ami így jár, nem tekintem valami olyasminek, ami kizárólag az én személyemnek szólna. Ennek azért nagyon sok, nem tudom, rendszer körülmény az oka, hogy mondjuk ilyen típusú sikereket tud felmutatni a Partizán. Nagyon sok ember munkájának az eredménye, hogy én ilyen, nem tudom, én sikeres lehetek. De hogy ez nem természetes, nem lesz így mindig, és hogy nem szabad ettől függővé tenni az önbecsülésemet, nem szabad ettől függővé tenni a jó érzésemet, vagy a jó közérzetemet. Tehát, hogy így ez nagyon jó dolog, és nagyon szívesen csinálom, de rá fognak unni, meg fogják gyűlölni, nem fog kelleni majd már nekik, és az teljesen természetes, és még csak nem is feltétlenül arról fog szólni, hogy én annyival rosszabb lettem. Tehát én nem azt mondom, hogy ezt most így... lehet, hogy ebbe bele fogok pusztulni, vagy nem tudom, az sokan adott esetben. Biztos. Csak te is látod ezeket a pályatársakat, akik az adott esetben még így néhány évvel ezelőtt is ilyen nagy tisztelettel és odaadással tudtam figyelni, és megismerve a történetüket, megismerve azt, hogy mit változtatott rajtuk az, hogy azokat a sikereket már nem tudják felmutatni, amit egykor felmutattak, ettől még egyébként lehetnek szakmailag érvényesek, meg adott esetben lehetnek izgalmasak. De hogy ez milyen típusú, nem is azt mondom, hogy személyiség torzulást okozott, mert ennyire nem ismerem őket, de minden esetre látszik az, hogy a siker, a hallgatottság, az idézettség az egy olyan típusú részévé vált a személyiségüknek, amit én szeretnék elkerülni. Neked volt ez valaha drog? Persze. Mely része? A nyilvánosság. Hogy ott lenni, jelen lenni. Igen. Voltak elvonási tüneteid is akkor? Inkább aktivista koromban, mint újságíró műsorvezető koromban, de igen. Az egy nehéz dolog, tehát ugye ezt egy politikai ambíciókkal rendelkező embertől nagyon nehezen lehet elvárni, hogy ne legyen gátlástalan és szégyentelen abban az értelemben, hogy próbálja a közönségének a képzeletét megragadni. Neked ez volt a cél, vagy ebben benne volt azért az exhibicionizmus is? Persze, hogy benne volt. Persze, hogy benne volt. Tehát ez a kettő együtt jár. Nálam legalábbis, nem akarom azt mondani, hogy mindenkinél így működik, nálam így működött. Le lehet azt tekerni, az egót meg az exhibicionizmust? Persze. Hogy kell? Vagy nem tudom, nekem az a megérésem, hogy sikerült, de hát nyilván a kritikusaim azt mondják, hogy dehogy is, csak egy sokkal eladható formáját találtam meg ennek, vagy a közönség érdeklődésével jobban egybevágó formáját találtam meg ennek. De azért azt gondolom, hogy a jobb műsoraim, vagy a jobb riporteri teljesítményem, hogyha vannak ilyenek, akkor azok azért alapvetően már nem az exhibíció miatt működnek, ha működnek. Tudatosan tekerted le, vagy egész egyszerűen ennek van egy nagyon természetes evolúciója? Egyrészt tudatos is voltam ebben, másrészt meg van egy nagyon jó dolog, tehát a sikernek nagyon sok jó dolgot tud hozni a siker, azok egyike az, hogy az ilyen típusú kielégületlenségek azok így lecsillapodnak, és amikor lecsillapodnak, akkor kicsit rá tudsz nézni, hogy valójában miért tartottam ennyire értékesnek. És emellett önismereti munkát lehet végezni, én például mai napig járok terápiára, elsősorban azért, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy az érzelmi megélésével az életemnek így képes legyek minél, nem tudom én, hát nem tudom ezt jól megfogalmazni, az érzelmi reakcióimat és az érzelmi benyomásaimat, hogy azok miért keletkeznek és miért azok keletkeznek, azokat még ennyi év távlatából is nagyon szeretném jobban érteni és jobban megismerni. Nem biztos, hogy lehetséges teljes egészében, de ez egy elég dinamikus dolog, és nagyon sokat kapok tőle, és az, hogy van ezzel egy ilyen típusú tudatos viszonyom, ez sokat segít abban, hogy például megértsem, hogy amire vágytam, annak mi volt az igazi oka, és hogy ezek a vágyak, ezek hogyan konstruálódnak, miért annyira fontosak. El is mondod nekünk, amennyi ránk tartozik, ahogy mondani szoktam. Semmi nem tartozik rátok, de annyit tudok mondani, hogy például az, hogy én most már 7. éve egy nagyon szeretetteljes párkapcsolatban élek, az nagyon sokat segített abban, hogy ne ott keressek érzelmi visszaigazolást, ahol ezt keresni, hát egyrészt butaság, másrészt örökboldogtalanság, harmadrészt pedig a nevetségessé válásnak a garanciája. Te voltál az is? Persze. Melyikre gondolsz úgy, amikor azt mondod, hogy azt a 700-át? Hát ha lesz majd egyszer egy önéletírásom, akkor mindenképpen megosztom, de hát döntő többségében azt gondolom, hogy... Szóval
számra a nevetség tárgya voltam, meg sokak számára is, de közben meg azt is gondolom, hogy van egy ilyen típusú attitűd Magyarországon, hogy politikai szerepet vállalni eleve nevetség tárgyának válás veszélyével fenyeget. Viszont ugye azzal kezdtük, hogy mennyit dolgozol. Azt elmondod, hogy mennyit dolgozol? Tehát nem ez... többet, mint egy húsipari szakmunkás, aki csirkéket bont hajnal 4-től délután 3-ig, aztán pedig egy esti műszakban még valahol másodállásban dolgozik azért, hogy relatíve tisztességes bére legyen. Az én munkám a nézők szem előtt zajlik, ezért látványos. És igen, de te készülsz is. Operatív irányító mond, is hát de ő is készül, mert el kell jutni a munkahelyre, aztán ott. Tehát, hogy, na, csak azt akarom mondani, hogy ebben az országban mindenki, aki dolgozik, az alapvetően túl sokat dolgozik. És én azért tűnök ilyen, nem tudom én, tehát az én munkám a szem előtt van, és sokkal jobban elképzelhető az emberek számára, de nem dolgozom többet, mint a nagy átlag, mert a nagy átlag az konkrétan a belé dolgozza ki ebben az országban. Te meghatározott időrend szerint teszed mindezt? Tehát azt mondod, hogy 6-kor, ha esik, ha fúj, leteszem? Nem. 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 Átcsúszik ez késő estébe is? Persze. Ez nem megy a magánemberi kapcsolataid rovására? Haza kérdésed, hogy szeretnék-e több időt tölteni barátaimmal, társasággal és így tovább, akkor az a válaszom, hogy igen, ugye van ez a mondás, hogy arra van időd, amire szeretnéd, jelzem, ez egy fake news. Teszed ezt te időnként vizsgálattárgyával? Sok olyan embert ismerek, aki nagy-nagy rösssel, nagy elánnal tette a dolgát, azt gondolom, hogy most megváltja a világot, ez lehet bármi, színház, televízió, sport. Igen. És akkor az életének egy meghatározó pontján visszanézett, és azt mondta, hogy megérte vajon. Ezt egyszer valamelyik interjútban mondtad is, hogy a Déri Jánosnak volt ez, hogy igen, amikor már végső stádiumos rákbeteg volt, akkor azt mondta, végigjárt az összes kollégát, és azt mondta, hogy figyeljetek, nem éri meg. És biztos, hogyha végső stádiumos rákbeteg lennék, ne legyek, akkor én is azt mondanám, hogy nem érné meg. Mert abból a perspektívából nézve, amikor hirtelen rájössz, hogy van még mennyit, fél éved? Egy éved? Akkor nem éri meg. De abból a perspektívában én most 37 évesen vagyok, és mondjuk azzal bátran merhetek tervezni, hogy a következő, nem tudom, fél évszázadban még simán lehetek aktív, és csinálhatom a dolgaimat, és jelen lehetek a nyilvánosságban, és általán fontosnak vélt dologra ráirányítottam a figyelmet. Tehát ebből a perspektívából nem. De nyilván, hogyha holnap beköszöntene az, hogy van még egy évem hátra, akkor az egész elmúlt 10 évemet feleslegesnek, vagy nem. Szóval relatívá válna nagyon az, hogy mi az, amit jelentőségteljesnek gondolok, és mi az, amit nem. Biztos bornírt a kérdést. Akkor mit csinálna? Ha kiderülne? Hogy egyetlen egy éven van hátra? Hát... ezt nem tudom megmondani. Ezt nem tudom megmondani, mert hát a legfontosabb az, hogy valószínűleg kérnék második szakvéleményt, meg egy harmadikat, meg egy negyediket, mindenképpen küzdenek, mert élni akarnék. És hogyha kiderül, hogy így nincs semmi út, akkor valószínűleg megpróbálom a lehető legtisztességesebben lezárni a nyilvános és szakmai életemet, és azt a hátralévő időt a párommal tölteni, és arra fölkészülni, hogy neki mit fog jelenteni az, hogy én már nem tudok vele maradni a továbbiakban. Jó, szomorú lett ennek a témának a vége. Válasszunk egy másikat, kérlek. Ugye többféle stratégia is van, amit az emberek használnak. Van, amikor így random mennek, van, amikor módszeres, mert úgyis, mert igazából tényleg mindegyik annyira izgalmas. Ja, Istenem, hát megúszhatatlan. A megúszhatatlan, az szerintem a te krétakoros időszakodra vonatkozik. Wow. De ezen felül, vagy inkább ezen belül az érdekelne arra a félmondatodra, amikor azt mondtad, hogy ott nagyon elszaladt velem a ló. Milyen értelemben szaladt el veled a ló? Hát ott szerintem több korszakban többször is elszaladt velem a ló. Ugye én 2007-től vagy 2008-tól csatlakoztam be a Krétakörbe, ugye ez Schilling Árpád által gründolt társulat volt, fantasztikus színészekkel, ami aztán egy ponton megszűnt társulatos színházként működni, és egy ilyen előadó művészeti produkciós műhelyként ment tovább. De az a fénykor azért az ránk is vetült, és én valamiért így a 20 éves bambaságommal így azt gondoltam, hogy ez nekem bármi közöm van, hogy ezt én is előállítottam volna. És nyilván sütkéreztem benne, meg használtam, meg volt miatt a öntudatom adott esetben bármilyen típusú szakmai vitában, vagy nem tudom miben, úgyhogy én is krétakörös vagyok, miközben hát nem voltam ilyen értelemben krétakörös. De kivel szemben határoztad meg magad ilyen nagy mellénnyel? Mit
tudom, éjszakai kocsmázásokban, vagy ilyen színész-művész vitákban és találkozókban, hát amikben az ember 20 évesen tölti az idejét, és őre menő vitákat folytat esztétikai kérdésekről helyesen. De kikkel szemben mondjuk? Tehát nagy művészekkel szemben is? Te... Nem, nem, kortársaimmal szemben. Kortársaimmal szemben. Hát nem egy különösebben, nem tudom, büszkeségre okot adó jellemvonás ez. De ez volt, tehát hogy én halálosan büszke voltam arra, hogy az Árpád mellett dolgozhatok. Nagyon-nagyon fontos inspiráció volt az életemnek, most volt pont az 50. születésnapja. Írtam is neki, és ilyen nagyon helyesen írt vissza pár órán belül, és nagyon jól esett neki, nekem is jól esett, szóval, hogy így most lesz pont egy bemutatója a Free SF-ével. De már nem aktívan része az életemnek, tehát ilyen szempontból már nem, tehát nem dolgozunk együtt, nincsen napi vagy ilyen rendszeresített kapcsolat, de ettől függetlenül én nem az az ember lennék, aki vagyok, hogyha ha a 20-as éveimben nem találkozom a Schilling Árpáddal, és ő nem engedi meg, hogy ott legyek, és hát nem tudom, kotnyeleskedjek, de talán jobb esetben, vagy egy-két esetben azért talán segítsek is, hogy hozzájáruljak a kreatakör működéséhez. Miben kalapált rajtad nagyot? Hát egyrészt módszeresség, meg ilyen alapvető, ez ilyen érdekes lesz, mert nem ez a híre, de például alapvető rendszeretet. Tehát, hogy mit tudom én, most majd a partizános munkatársak röhöghetnek, de hát én rettenetesen késős voltam, vagy például a feladatokkal nem készültem a határidőre, amit vállaltam. És ez ma is van, de azért mondjuk nem olyan kriminális mértékben, mint ott. És ő ezeket az ilyen alapvető dolgokat így nagyon rigorózusan számon kérte. Helyesen szerintem. De hát kriminális voltam akkoriban. Mondj egy példát, kérlek, nem tudom én, órákat késtél, fél órát késtél, elmaradt miattad valami? És hogy reagált mindenre Schilling? Biztos, hogy rengeteg ilyen volt. Tehát... Hát például emlékszem egy ilyen esetre, ez szerintem 2008-ban volt, igen, amikor ugye 40. évfordulója volt a párizsi diáklázadásoknak, és akkor az Árpádékat meghívta a Párizs Bobigny kerületében lévő színháznak az igazgató, aki egy nagyon fontos partnerük volt. Ne akarok hosszan belemenni, miközben fantasztikus, imádom, és a mai napig csodálatos élmi együttes. De én ott úgy lefáradtam az első pár hét után, de tényleg olyan, tehát az egy olyan igénybevétel volt, amit én így nem tudtam elképzelni, hogy így emberek képesek dolgozni. Az Árpád meg tényleg, mint a gép hajtotta ezt az egészet, és én egy reggel elaludtam. És nem tudom, kellett volna egyrészt vinni valamilyen szövegeket le, amivel dolgoztak volna aznap, azt elő kellett volna állítani előző este, meg eleve, hát szóval érte, társulati értekezlet volt, és egyszerűen csak így föltépte az egyik ilyen öltözajtót, mert ilyen tehát a színházban is laktunk, csodálatos volt, úristen, tényleg most így belegondolok, csodálatos volt minden pillanat azzal együtt, hogy na, föltépte az öltöző ajtaját, és akkor én ott éppen így nem tudom, darvadoztam, és hát azt nem teszem zsebre, amit ott ő mondott, de hát igaza volt. Csak itt jön be az a kérdés, hogy hát én akkor mennyi voltam? Voltam ti, hát épp a 19-20 valahogy ilyen típusú gyerek. Dramaturgként voltam kvázi jelen, tehát nyilvánvalóan arra teljesen alkalmatlan voltam, kb. Minden másra is. Tehát ez inkább egy ilyen, nem tudom, gesztus volt, vagy egy ilyen megelőlegezett bizalom, hogy én ott lettem. De ugye a lényeg az, hogy ott kemilyen számokért, hogy ez tehát mi az, hogy nincsen kirakva a próbatábla, nincsen kirakva, hogy ki milyen jeleneteket, és hol a szöveg, és egyáltalán. És ezt nem ilyen kedvesen nyilvánvalóan, de mondom még egyszer, tehát az, ami felelősségként ő rá nehezült, hogy ő a Schilling Árpád a színházban, ami egy rettenetesen meghatározó párizsi művészszínház, pont most van egy váltásban, amikor ezt a korábbi kreatakör színházas dolgot elhagyja, és valami újat kezd, és nyilván ezer szem figyel rá, közönség, szakma, kritika, stb. És akkor van egy ilyen hülye gyerek, aki tényleg meg arra sem alkalmas, hogy föl kell időben, azért az nem egy annyira nehéz dolog, pláne rád biztom egy feladatot, és nem végzed el. Tehát, ugyanattól kezdve az nyilván ott volt bennem, hogy akkor ezt tehát eleve gondoltam, hogy ezt komolyan kell venni, de ez egy ilyen plusz dolog volt, hogy tehát én nem szeretnék ez az ember lenni az ő szemében. Na pörgessük, akkor válasz kérlek egy másik kérdést. Melyik volt ez a... Megúszhatatlan, kipipálom. És a reggeli eszmélés eddig 2 volt. Jellemnemesítés? A jellemnemesítés az a Menhely Alapítványra vonatkozik, amikor téged 300 órányi közmunkára ítéltek. Ugye lehet, hogy valaki nem emlékszik rá, akkor a Sándor Palotára dobtál egy, ezt hogy mondják, festékgránát, hogy mondják ezt pontosan? Festékes flakon. Flakont.
és te 300 órányi közmunkát kaptál büntetésként, amit te a Menhely Alapítványnál töltöttél el. Mit csináltál ott? Igen, egyébként megpróbáltam találni a Sándor Plotát, de a... Mellé ment, ugye? Hát a testnevelésből fölment egy gyereknek, nem sikerült ezt a... Azt hiszem, hogy egyébként általános iskola negyedik osztályában, hogyha ezt nem csinálod meg, akkor testnevelés órán megbuktatnak. Hát én 300 óra közmunkát kaptam. Hát a Menhely Alapítvány, ugye ők a budapesti hajléktalan ellátás, és valamelyest itt a Pest megyei hajléktalan ellátásnak egy ilyen nagyon fontos civil szervezete, és ott én a krízisautó szolgálatban teljesítettem a munkát. A Misetics Bálint barátom vitt be oda, ő kezdte csinálni igazából a krízisautó ügyeletet. Itt a Kártyás Irénnek a nevét kell megemlíteni, aki évtizedes viszonylatban, tehát hogyha bármikor a nézők esetleg, vagy a hallgatók ezt most nem a nyári-tavaszi időszakban hallgatják, hanem valamiért esetleg ősszel, vagy késő téli éjszakákon, amikor így nulla fok alá esik a hőmérséklet, akkor arra gondolnak, hogy van ebben a városban egy Kártyás Irén, aki azért felel, hogy ebben a városban lehetőség szerint meg ne fagyjon senki az utcán. És nagyon sok kollégája dolgozik alá, de a Kártyás Irén az, aki ilyen szempontból az én szememben, nem tudom, Budapest lelki ismerete, hogy amikor mi már alszunk, pihenünk, ő akkor is szervezi nagyon sokan másokkal együtt, tehát hogy van, amikor mondjuk mások többet dolgoznak bele, de a Kártyás Irén ezt évtizedes viszonylatban csinálja, hogy így, hogy nem azt mondom, hogy jól alhassunk, mert egyébként nem alhatunk jól, mert borzalmas állapotok vannak ettől még úgy a hajléktalan ellátásban, mint egy sor területén a városnak, de hogy legalább ez a botrány minél kevésbé történhessen meg. Ezért ő felel. Egyébként ettől függetlenül megtörténik néha, sajnos. Én vagy a szocmunkásnak a szerepét töltöttem be, vagy pedig az utóbbi időm egy ideig már voltam sofőr is. Nagy szégyenemre és nagy csalódásomra egyébként most a legutóbbi télen már nem tudtam vállalni az éjszakai műszakot. Időhiány miatt, ha jól sejtem. Hát igen, de ez megint ugye az, hogy mire van idő, tehát hogy most, és akkor ezt nyilvánosan is mondom, hogy biztos vagy benne, hogy most télen ezt nem fogom elengedni, mert ez nekem egy fontos lelkiismereti kérdés. Tehát egyrészt nagyon sokat lehet belőle tanulni, ez nagyon helyre teszi az ember egóját. Tehát amikor így az van, tehát látni ezeket az intézményeket belülről, hogy ott emberek mit összemelóznak. Tehát a szociális munka az szerintem Magyarországon, ami a legkevésbé van értékelve. Tehát, hogy így beszélünk az egészségügyi dolgozókról helyesen, beszélünk a tanárokról helyesen, tűzoltókról beszélünk helyesen, rendőrökről talán valamelyest beszélünk, de a szociális munkásokról soha. És az, hogy ez a társadalom még nem esik atomjaira, és mondjuk így a szolidaritás minimumai még működnek, meg nem tudom én, emberek kapnak minimális gondoskodást és ellátást, az alapvetően szociális munkások tömegeinek köszönhető, akik olyan borzalmas állapotban vannak, ami... Tehát amikor azt kérdezett, hogy sokat dolgozom, hát nézzünk meg valakit egy este a Könyves Kálmánon, hogy mondjuk ő mit dolgozik. Nekem nagyon sok olyan kollégám volt, akik megcsinálták az esti műszakot. Azért az megterhelő, pláne, hogyha hosszú műszak van, mert az azt jelenti, hogy este 8-tól akár reggel, tehát hivatalosan reggel 6-ig vagy, nyilván, hogyha már nincsen jelentés, stb., akkor általában 3-4-kor el lehet menni, de lehet, hogy van éjszakai riasztás, és akkor ki kell menni újra. De mondjuk azért hajnali 6, tehát reggel 6-7-ig. És hazament, lezuhanyozott, és 8-9-re ment be reggeli műszakot csinálni, mert máskülönben nem él meg. Tehát, hogy azért az... Na, az az igénybevétel, ilyet nem csináltam. Tehát én, hogyha megcsináltam az esti műszakot, akkor nekem másnap délután nem kellett bemennem a Partizánba, vagy bárhova máshova, hanem aludtam délig, és kipihenten tudtam folytatni a munkát. Ezek meg ebben élnek. Azt mondod, hogy azért nagyon sok mindent tanul az ember egy ilyen helyen. Magadról például mit? Hát például, hogy nem vagyok annyira jó ember, mint amit szeretnék magamról hinni, mert például egy ilyen munkát nem tudnék végezni. Bármilyen is azt gondolom, hogy bármely szociális munkás, még az is, aki akár csak félgőzzel végzi a munkáját, ezerszer értékesebb, mint amit én valaha képes leszek csinálni, az dühít, hogy mennyire nincs ez elismerve, és mennyire nincs ez a helyén kezelve. Ez rettenetesen dühít. Nem látjuk a szociális munkának az értelmét, de hogyha csak egy napig ezek az emberek úgy döntenének, hogy nem végzik el ezt a munkát, ez a társadalom még elviselhetetlenebb lenne. És bárki, aki adott esetben az idős szüleit nem tudja ellátni, el kell juttatni egy otthonba, egyáltalán el tudja államiba, a legtöbbször nem fogod tudni. Szóval, hogy ezek az emberek erőn felül teljesítenek azért, hogy ez a társadalomként képes legyen funkcionálni, hogy a legkitaszítottabbaknak ne legyen még elviselhetetlen
legkényelmebb az élete, és sem az anyagi megbecsülés, sem a társadalmi megbecsülés, sem a morális elismerés. Tehát én nem tudom, hogy miből tudnak táplálkozni nap mint nap, mert én egyrészt anyagilag nagyon jól vagyok, elképesztő elismerés áradat, és ebből azért nagyon sokat lehet építkezni a hétköznapokban. Meg hát egy kényelmes életvite, azért halljuk már be. Én nem tudom, hogy ezek az emberek miből tudnak évtizedeken keresztül elkötelezettek maradni, de akiket én láttam, azok, ha volt is bennük valami fajta rezignáltság már a rendszer kilátástalansága miatt, akkor is a leglehetetlenebb helyzetében hajnali 2-kor, amikor az ügyfél iszonyatos állapotban van, és azonnali mentőellátás kell neki, és akkor fölhívni a mentődiszpécsert, így elmagyarázni neki, hogy de, most ki kell jönni, most nem lehet ezt ellébe szólni, amikor kiérkezik a mentő, akkor megküzdeni azért, hogy értem, hogy nincs olyan állapotban, hogy valószínűleg utána ki kell fertőtleníteni és mosni a mentőautót, nagyon sajnálom, de akkor is be kell juttatni őt egy egészségügyi ellátó intézménybe, mert nézd meg, hogy fekélyes a lába. Szóval ezeket a harcokat megvívni ilyen körülmények között, és vállalni azt a típusú megvetést, ami mindezzel még együtt jár. Szóval azért az szerintem azért nagyon sokat elmond erről a társadalomról. Amikor te ott voltál, és láttál ilyeneket hosszú-hosszú éjszakákon át adott esetben. Ugye azt szokták mondani az ilyen területen dolgozó emberek, hogy egész egyszerűen nem tudsz máshogy túlélni, csak hogyha zsilipelsz, és haza már nem viszed ezeket a szívfájdító, szívbe markoló élményeket. Te ezt például meg tudtad tenni? Ja, én egy dolgot megfogadtam, hogy nem fogok sírni a stúdiót, mert ezt nem csináltad velem. Tudsz nézni. Hát nézd, na, de nem akarom, ez ilyen melodrámává teszi ezt az egészet, és nem akarok melodramatikus lenni, csak én egy ilyen vizes lelkű, vizes szívű senkiházi vagyok. Nem, hát volt olyan, hogy... Ráadásul én Dickens-i az egész, mert az volt, hogy elvállaltam, hogy azt hiszem december 25-e volt, vagy 26-a, szóval karácsony egy első vagy másodnapja, szóval tényleg teljesen ilyen Dickens-i az egész, és akkor volt egy úriember, akit felszedtünk, és akkor elvittük a kórházba, mert nagyon rossz állapotban volt. Tehát ő... Jaj, bocsánat. Hát ő másnapra már nem élt. És akkor reggel hívott a kártyás hírén, és mondta, hogy hát ez van. És akkor ott elsőre még nem is jutott meg igazán, mert nem is tudtam valahogy így összerakni, hogy ez most mit jelent, még hogy mit jelent, de a mai napig emlékszem arra, hogy hol szedtük fel azt az embert. És a mai napig emlékszem, hogy hogy vittük be a kórházba, és egy órát töltöttem csak maximum vele, tehát nem volt az egy hosszú időszak. Ilyenkor beszélgettél is velük? Hát amennyit lehetett, ő nem volt olyan állapotban. Ő nem volt olyan állapotban, de azért nem volt olyan állapotban, mert az azt megelőző évtizedekben, hát ez egy olyan ország, ahol nincsenek meg az intézmények ahhoz, hogyha kicsúszik a rólad a talaj, akkor ne zavanja a mélybe és ne koppanja. Ez olyan szép volt, mondta így a Jordán délpont most a múlt héten, az üstalján. Az erős kép, az üstalján koppanni. Na hát ezek az emberek nem egyszer koppannak az üstalján. Tudod miért érdekes? Hanem ott pattognak évtizedeken keresztül, és van egy pont, amikor ez az ellenálló képesség, hogy még föl tudsz pattani az istaljáról, ez megszűnik. És akkor ott regetsz az istalján. És az a helyzet, hogy ezt drámaian sokan veszik természetesnek, hogy persze, hát van, aki oda kozmálódik, és így föl sem erül bennük, hogy de jó az, hogy emberek oda kozmálódnak, jó az, hogy abban gondolkodunk, hogy nem tudom én, pattanj vissza, és legyen erőd még egy harmadik, negyedik, ötödik visszapattanásra is. És mi van, ha nincs? Akkor az azt jelenti, hogy te nem tudom, alkalmatlan vagy az életre. Hogy lehet ilyet gondolni? Marci, te ezt honnan hozod? Elmeséltél egy interjúban egy szerintem nagyon tanulságos, engem elgondolkodtató esetet. Nevezetesen, ugye te egy polgári konzervatív millióban nőttél fel. Igen. Kinéztél az ablakon, és rendszeresen hajléktalanokat láttatok, vagy láttál egyszer egy csoportot, négyet, és édesapád azt mondta, hogy én is ezt gondoltam sokáig az életem során, hogy jó lenne, ha kezdenének magukkal valamit, hisz a cselekvési szabadság, a döntésképesség az ott van. Igen. És te ezzel mérhetetlenül nem értettél már fiatalon se egyet. Ezt te honnan hozod, hogy egy fiatal felnőtt vagy egy gyerek, az ne azt mondja hegyként, hogy menjetek el dolgozni, hanem a szolidaritás és az empátia legyen úrrá rajta. Nem volt ez mindig így azért.
két sztorit tudok ide mondani, az egyik az az, hogy pont édesapám azért ebből a szempontból több arcú, mert ő volt az, aki engem vitt például Erdélybe a rendszerváltáskor, ahol olyan pusztító szegénység volt, amire szavak nincsenek. Tehát én emlékszem arra, hogy 92-3 Marosvásárhely, ott hagyjuk a szállunk ki a kocsikból a főtérre, mert valami, nem tudom, megyünk élelmiszerűzzel, nem tudom vásárolni, és én ott láttam először olyat, hogy így hordában jönnek a gyerekek, de nem az, hogy 4-5-en, hordát képzelj el, 15-20 fős tömeg, nincs, tehát itt tényleg olyan típusú képek, amiket én ma már azt hiszem, hogy most volt olyan régen Marosvásárhely, azért ez már nincs. De ott tényleg az volt, koldus gyerek tömeg, így rá kettőnkre apámmal, hogy most valami legyen, és amikor apám mondja, hogy most nem fog segíteni, akkor azonnal kiszúrják a kocsi kerekét, és nem tudom mi, és engem annyira megrázott az a helyzet, és egyáltalán gondoltam azt, hogy ezek maguk tehetnek róla, sőt, még azt sem gondoltam, hogy sőt, kifejezetten azt gondoltam, hogy ha egy ilyen helyzetben lennék, akkor nem tudom, mennyi voltam, 7-8 éves, hogy hát én is azzal fenyegetőzöm, hogy kiszorom a kocsit kerekét, csak adod nekem azt a pénzt, és adjál valamit ennem, mert megpusztulok. Tehát, hogy annyira traumatizáló élmény volt látni azt, hogy ezek a gyerekek 1-2 éve voltak csak fiatalabbak nálam, és hogy így ilyen körülmények között élnek, hogy az így az pusztító volt. És ugyanígy, amikor mit tudom én, Parajdon voltunk a Sóbányában, és ott megismerkedtünk a szállásadó néninket, Mámót, akiről aztán apám forgatott is egy filmet. Az egy ilyen klasszikus, hát én nem is tudom a... nem is tudom igazából milyen regényeket tudnék mondani. Egy klasszikus székely parasztasszony, olyan, tehát döngölt padlójú házban, ahol reggelente friss tehén tejet kaptunk, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy, tehát ilyen típusú dolgok voltak ott, és tehát ott, az, ott nem az tűnt ki, tehát hogy ott nyomor volt, de a nyomornak egy olyan megélése volt, ami nem gondolta azt, hogy ez lehetne másként is. Ugyanakkor én mégiscsak jöttem egy fővárosból, mégiscsak jöttem egy városias környezetből, és nekem azért az a kontraszt a szemet szúrt, hogy mondjuk a Mámó annyi idős, mint az én nagyanyám, de az én nagyanyám azért mégiscsak egy fűthető, vagy központilag fűthető, rendesen hőszigetelt panellakásban él. És nyilván az se a létező világok legjobbika, de hát egy teljesen más típusú életvitel, mint ami Mámónak megadhatott. A jóba se születtem bele, mert azért az én szülei pedagógusok voltak, az apám alól teljesen kiment a talaj a rendszerváltással, amikor felszámolták a filmgyárat, ő végül aztán a Miskolc Egyetemen tudott valamelyest elhelyezkedni, de igazából a 90-től, nem tudom, 2000-ig tartó évtized az így nagyon súlyos anyagi nélkülözések mellett töltött el. Édesanyám is pedagógus, fejlesztő pedagógus, konduktor, az is egy nagyon fontos élmény volt, tehát én jártam be a Mexikói úti, a Pető intézetben, aztán pedig a mexikói iskolába, hogy nem tudom, édesanyámhoz iskola után, vagy nem tudom én mi, és akkor ott azért szintén láttam azt, hogy milyen sorban vannak gyerekek. Az egyik téma az lett volna, de hát most ezt kijátsszuk, a csukott szem, hogyha becsukod a szemed, és mondjuk a családi házat, az otthont idézed föl, akkor mit látsz? Vagy mi mit képzelhetünk el, amiben te felnőttél, mi vett körbe? Mik azok az illatok, mik azok a képek, mi az a hangulat, ha beavatsz minket? Hát egy, nekem egy nagyon szeretetteljes gyerekkorom volt. De ugye ezt jól gondolom, hogy azért olyan kulturális mintákat és kódokat kaptál, ami értéktús, tehát amiben azért meg lehet merítkezni, ha valaki kíváncsi a kultúra. Persze, hát ez nagyon erősen része volt a hétköznapoknak, tehát hogy nagyon gazdag könyvtár, ugye a papa az hát mivel hogy filmes, ezért mindenféle a filmművészet fontosabb alkotásaihoz így hozzáfért, tehát nek volt otthon, ami ilyen tényleg ritka. Tehát ugye ma már ezt nem lehet érteni, hogy mit jelent az, hogy a torrent világában, hogy így tényleg bármihez hozzáférsz, tehát nincs olyan nincs, nem tudom én, dél-ázsiai filmalkotó, akinek valahol ne találnád meg a filmjét. Ez nem volt mit te 20 évvel ezelőtt, akár csak a nagy klasszikusokat se lehetett beszerezni, nálunk meg ott állt VHS-en kiírva és fölvéve, és nem tudom, katalogizálva. Ez mit ad egy fiatalnak vagy egy gyereknek? Öntudatot, azt is megkockáztatod, hogy mondjuk nagy képűséget, büszkeséget, magabiztosságot, mivel jár mindez? Egyszerre járt egy ilyen nagyon erőteljes élményegyüttessel, tehát hogy az nagyon fontos, hogyha az ember kamaszkorában láthatja azokat a filmeket, amiket mondjuk adott esetben más, csak mondjuk a filmszakon később.
Tehát, hogy van egy ilyen nagyon erőteljes, nem is érzékenyítés, mert ez egy nagyon rossz szó, inkább azt mondanám, hogy így a szenzualitásodnak egy ilyen tágítása, alakítása, és másrészt, mert persze nyilván egy ilyen buta gőgöt is, de szerencsé az utóbbi azért lebomlott, vagy lebomlik szerintem idővel. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy mi a fontosabb? Az a fontosabb, hogy elmondhatod magadról, hogy ismered, vagy pedig valamilyen módon képes voltál belőle valamit a saját érzékelésed, érzékszerveid, esztétikai, nem tudom én, befogadó képességed és apparátusod, nem tudom én, alakításához ezzel hozzátenni. Nálam azért az utóbbi erősebb volt, de ne legyen félértés, én egy, de nem azért volt sznobérja, és nyilvánvalóan van a mai napig. Az alatt mit értesz? Kiváló interjúalany vagyok, mert ezzel is ilyen konfliktusos, mert nem tudok ilyen egyértelmű igeneket, nemeket mondani, ezzel is így konfliktusos vagyok, mert egyrészt azt gondolom, hogy persze sznobérja, nem tudom én, a bécsi színházak műsorát nézni, és akkor azt kidondolni, hogy mi az, amit én szeretnék megnézni, és arra mindenképpen időt keríteni, hogy nem tudom micsoda, és akkor a múzeumban most éppen milyen időszakos kiállítás van, és akkor ezt így összerakni, nem tudom micsoda, de másrészt meg azt gondolom, hogy hát de miért lenne ez, tehát, nem, tehát én azzal mentegettem magamat, hogy egyrészt nem reklámozom, most itt elmondom, de egyébként nem posztolom tele vele az Instát, nincs is saját Instám, a Facebookon sem kommunikálok rá, tehát egy, nem használom ilyen plakatív jelleggel, de másrészt meg tényleg hát az van, hogy nekem ez egy élvezeti forrás, örömforrás, fontos tapasztalatszerzés, vagy tudásszerzési lehetőség, tehát hogy ez vagyok. Ugye konzervatív világkép, vagy konzervatív normál rendszer volt, amit ideket meghatározott? Ja. Az alatt mit kell érteni? Most a hagyomány tiszteleten felül. Gondolom volt benned azért egy ilyen, nem is tudom, dac, vagy szándék, hogy meghatároz édesapádhoz képest is magad. Igen. A saját teljesítményed, a saját jelenvalóságod, a saját értékszemléleted. Igen. E surródásmentes, ilyen esetben, és tudtam volna mondani egyet, ami nekem eszembe jutott, hogy mit jelent a konzervativizmus, például, hogy mondj. Például apa-fiú viszonylatban egy hierarchizáltabb viszonyrendszert. Kérdezem, nem tudom. Nem, tehát ő nem egy tekintélyelvű ember, ez nagyon fontos. Tehát ő soha nem, hogy nem tudom én, akkor ülünk le az asztalhoz, amikor ő megérkezett, és akkor eszünk. Hát rávártunk mindig, emlékszem, az volt, anyám, ez tényleg halással rögtünk rajta, hogy vasárnap ebédet nem tudtuk elkezdeni, mert a Pecsán, a bolha piac, az vasárnap, őt 4 óráig nem láttuk, mert ő járkálta végig a bolha piacot. Tehát van egy pálkozdi víkend házunk, ami egy ikerház, egy nagyon kedves családi barátunkkal közösen, és akkor, tehát ő ott konkrétan úgy belakta azt, hogy ott van, én szerintem ilyen 80 köbméternyi, egyszer még jó lesz valamire típusú összegyűjtött dolog. De ismerem ezt a kifejezést, egyszer igen. Még jó lesz valamire. Igen, Fábri. Igen. És hogy tényleg szatyrokkal jelent meg a vasárnapi étkezésnél, tehát nem tudtunk elkezdeni normálisan étkezni, mert az volt, hogy ő még járja, és hát olyan, és hogy most talált egy olyan bakelit lemezt, meg most talált egy olyan, tehát neki van egy ilyen már-már tényleg kóros tárgy imádata, ami rám is átragadt, tehát én is, bennem is van ez a gyűjtögető szemlélet erőteljesen jelen, és mély empátiával vagyok iránta, tehát hogy ő tényleg megcsinálta azt, összejöttek már az anyámmal, és akkor talán mi nem voltak összeházasodva, és akkor életének az első keresetéből, tehát apám élete első keresete, és akkor abban a hónapban kellett volna, nem tudom, élni, nem tudom, és akkor így hazaállított egy Märklin vonattal. Hogy hát ezt nem lehetett ott hagyni. Ez olyan alkalmi vétel, le volt árazva. Édesanyád erre mit mondott? Én azt nem tudott megszólalni, 2 napig kávé, vagy valami hasonló, tehát itt tényleg erre nem lehet mit reagálni, hogy életet szerelme, most tervezitek összekötni az életeteket, és akkor az első keresetéből ezt megteszi veletek. És erről ma már így nevetgélve tudunk mesélni, vagy megbeszélni. No, de én akkoriban azért egy másik helyzet lehetett. No, de az, hogy meghatároz magad, belevágtam a szabadba, az mennyire volt egy olyan magától értetődő folyamat, vagy mennyire járt, ez szerintem valamilyen szinten természetes módon surlódásokkal is. Hát biztos járt. Sokkal. De ugye van egy alapvető dolog, és ebben nem akarok ilyen hosszan belemenni, mert nem szeretem, amikor, tehát hogy ezt eldöntöttem, hogy erről nem fogok így hosszan vekengeni neked. De nyilván az, hogy én egy homoszexuális ember vagyok, és én pont annak a generációnak vagyok az utolsó tagja szerintem, vagy legalábbis azt látom, hogy most már a fiatalabbaknál ez így nem ügy, vagy ha ügy is nem olyan
mértékben, mint ahogy mondjuk még nálam úgy volt. Tehát, hogy mit tudom én, nekem a gyerekkorom és a kamaszkorom azért alapvetően a titkolózás gyakorlatában telt el, hogy jaj, csak ki ne derüljön. És ez nyilván egy nagyon fontos élmény, és ahogyan most már idősödöm, és mondjuk részben, amikor fiatalabb koromban voltak idősebb partnereim, vagy adott esetben megismertem idősebb homoszexuális férfiakat, nőket, akiknek így nyilvánvalóvá vált, hogy az életét hogyan alakította, és szándékosan mondom azt, hogy alakította, mert nem egyértelmű, hogy ez csak megnyomorítást tud eredményezni, ez nagyon sok mindent tud eredményezni. De hogy így az nagyon egyértelmű volt, hogy ez a típusú, ez egy titkolni való dolog, ez egy rejtegetni való dolog, ez egy olyan dolog, amit bajt hozhat rád, tehát hogy van egy olyan vágyad, amiről az az alapvető, és nem is tudásod, mert ezt senki nem mondta, tehát hogy soha semmifajta élesen homofób megnyilvánulás nem volt a családban. Soha semmilyen élesen homofób megnyilvánulás nem volt a környezetemben, de ez egy ilyen common sense volt, hogy ez valami nagyon veszélyes dolog, ezzel vigyázni kell. És éppen ezért az volt bennem, hogy hát, hogyha ezt nem lehet bevinni a családi nyilvánosságba, nem lehet bevinni a baráti nyilvánosságba, nem lehet bevinni ezekbe a nyilvánosságokba, akkor ezzel nekem kell kezdenem valamit. És azt gondolom, hogy talán ma már legalábbis az ilyen polgári felső középosztálybeli, vagy középosztálybeli családokban, városi családokban, ez talán már nincs ilyen erővel jelen, mint ahogy a jelen volt még a 2000-es évek elején, 90-es évek végén. Biztos, hogy egyébként vannak más családok, ahol még igen, tehát nem akarom azt mondani, hogy most már tényleg az elfogadásnak olyan korszakába léptünk, hogy így ez már tényleg egy fáklyás menet mindenkinek a számára, egyáltalában nem az. De hogyha adott esetben szülők hallgatják ezt, vagy fiatalok hallgatják ezt, akik ezzel még most küzdenek, és nem tudják, hogy olyan érdemes erről beszélni, akkor így csak annyit szeretnék nekik mondani, mert ezt azért jelentem, ezt mindenképpen akarom, hogy valahogy találják meg hozzá a formát, mert nagyon-nagyon fontos. Jó, sejtem, erről nem akarsz többet beszélni, hogy ennek a formája a te esetedben miképp volt üdvös, vagy azt mondod, hogy sokat szorongtál ezen, hogy mindez hogy juttasd kifejezésre a családon belül, hogy végül is mi lett az üdvös megoldás? Küzdelmes volt, tehát nekünk az nem volt egy könnyű menet, annyit elmondhatok, hogy így, tehát nem ez a klasszikus hollywoodi egymásba borulás volt, ez egy jó évtizedes munka volt, míg eljutottunk oda, most pont legutóbb karácsonykor, hogy a teljes család együtt van. És a lehető legnagyobb természetességgel beszélget a párommal az édesapám, édesanyám rajong a páromért, vice versa, és én is az ő szüleivel, tehát ugye ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon fontos eredménye az életemnek, amiben kifejezetten sok munkám volt, nem abban az értelemben, hogy így állandóan tudatosan tettem érte, de volt benne tudatos elem is, tehát hogy ez egy küzdelem mindenképpen, de nem egy olyan küzdelem, amit kardokkal és nem tudom én éles szavakkal kell vívni, hanem hát nem tudom, szóval, hogy Erről csak hosszan tudnék jól beszélni, és nem akarom a teljes adást ennek szentelni, vagy hogy ezzel elúsztatni az időt, de hogy csak annyit tudok mondani, hogy azoknak, akik esetleg abban élnek, hogy lehetetlenek látják azt, hogy családi környezetben, baráti környezetben, bárhol is elfogadtatást nyerjenek ennek a dolognak, hogy nekik a szexuális orientációjuk eltér a heteroszexualitástól, azt akarom csak mondani, hogy így nagyon értelmükben vannak, retteltesen empatizálok velük, és hogy így higgyék el, hogy lehet találni utat. Tehát, hogy nem könnyű, nagyon küzdelmes, de lehet találni utat, és hogy nem szabad erről lemondani, mert biztos vagyok benne, hogyha én nem tudtam volna ezt végigcsinálni a szüleimmel, a bátyámmal, az édesapámmal, és így tovább, akkor én egy sokkal boldogtalanabb ember lennék. Köszönöm, hogy erről beszéltél, nem szoktál erről beszélni. Válasz kérlek egy másik kifejezést, hát, ha egy kevésbé drámait húzunk majd. A csukott szemet azért kipipálom, mert hogy azt is érintettük. Hát nem tudom, ezek után már tényleg, Endre, volt már minden sírás, rívás. Nem mondhatod, hogy nem játszottam be a teljes skálát. Tehát, amit akartál, megkaptad. Csak azért is, akkor nézzünk azzal tovább. A csak azért is az arra vonatkozik, hogy azért tudomások szerint nekem ez nagyon szimpatikus. Sokszor keveredem szakmai vitában, ha a YouTube csatornák kezdéséről, sikeréről van szó. Hogy azért például a te eseted is azt példázza nekem, hogy ez nem úgy történik, mondom sokaknak, akik esetleg ilyen törik a fejüket, hogy kitesznek két videót a YouTube-ra, és a harmadikat már megnézik 100 000-en. Uh-huh. Neked azért ebben hány éved volt a slejm idején, amikor tudomásom szerint ilyen 1000, nem akarok megbántani, mert nem akarom ezt úgy alul pozícionálni, de ilyen 1000-2000
kattintásokra persze. Emlékszem. Én nagyon hosszú ideig, tehát az évekig tartott, mire egyszer csak volt egy áttörés. Igen. Téged akkor, téged mi hajtott? Hogy csinálni kell? Igen, de amikor van egy 42. 2500-as számmal rendelkező videó, akkor mi a remény, vagy mi a hajtóerő, hogy majd a 150. az lesz 4800 is? Egyrészt egy picit jobb volt az arány, de nem volt annyira lelkesítő, ami megalapozta volna ezt. Tehát az, hogy ennek mi az alternatíva? Az alternatíva az, hogy akkor nincs semmi. És annál meg önhittebb, annál meg rátartibb, annál meg ambíciózusabb ember voltam, vagyok, és azt nem, tehát az nem volt egy opció számomra, így bármennyire is, hogy ilyen, ami megviselő, megalázó, nem tudom, micsoda csinálni kell, aztán reménykedni abban, hogy idővel visszaigazolódnak az erőfeszítések. Vagy ha nem is, akkor is legalább, tehát ez egy megküzdési mód ezzel, a másik az nem megküzdési mód. Te lett volna az eredménytelenségnek egy olyan foka, hogy abba hagyod? Eredménytelenség alatt érts bármit is, ami neked az. Nem hiszem. Tehát ha most... Hát nem hiszem, nyilván megkeseredett az emberi ponton, vagy nem tudom, tehát hogy hát abban nem hagyom szerintem, de lehet, hogy más csinálják. Hát én kamaszkoromban nekem az volt a fixa idem, hogy nekem színésznek kell lennem. Hát retteltes voltam vagyok ilyen szempontból. De ezt ki mondja, hogy retteltes? Hát én, ha lát, tudom. Tudod? Persze. Milyen? Írd le, kérlek. Nem írom le, Endre, mert az pusztító. Volt persze ez a primitív vágy, hogy így nézzenek és tapsoljanak, de azért ez szerencsére így mérséklődött, és amikor már maga a helyzet, hogy emberek előtt valami megtörténik, egy performatív állítás, egy gesztus, egy helyzet, és hogy ezt hogyan lehet, nem tudom, gyakorolni, nem tudom, előállítani, formálni, alakítani, kigondolni, reflektálni rá, tehát hogy felfedezem azt, hogy mennyi módja van annak, hogy valójában ennek a részese legyek, akkor az egy tök felszabadító dolog, hogy egyébként nem tudom megcsinálni. Hát fiam, amikor emlékszem 2010-ben én valahogy belobbiztam magamat egy ilyen TEDx Youth konferenciára, talán az volt a legelső, a Katona József Színházban. Nem tudom, hogy miért gondoltam azt, hogy nekem ott feltétlenül föl kell lépni. Te lobbiztad be magad? Én lobbiztam be magamat, és ott annyira, tehát én ott még annyira szorongtam attól, hogy emberek előtt szerepeljek, de vágytam rá, hogy amikor így felálltam a színpadra, így elkezdett remegni a lábam. Tehát nem tudtam megállni rajta. Így. És akkor annyit kitaláltam, hogy jó, akkor kérek egy bárszéket, és akkor egy bárszéken ülve. És akkor emlékszem, hogy volt egy ilyen, hogy fú, mennyire cool, hogy így bárszéken, a Katona színpadon. Közben annyi volt a praktikum mögött, hogy máskülönben így, mint a nyárfalevél remegtem volna. És aztán ez elmúlt idővel. Tehát, hogy és ott még inkább az volt a fontosabb, hogy én ott legyek, én mondjam, és aztán amikor így rájöttem ennek a talmiságára, rájöttem, hogy ezzel mit próbálok igazolni a saját létezésemben, hogy ez önmagában mennyire nyomorult, meg mennyire visszateszító, és hogy másokban mennyire zavar ez a típusú működés, és hogy valószínűleg arra nem tudok hatni, hogy ezt ne csinálja, de arra igen, hogy én ne csináljam. És akkor, hogyha magamon ezt meg tudom oldani, akkor hát, ha azzal a saját irritáltságomat a másik miatt is tudom csökkenteni, és nézd, tudom, tehát ma már sokkal megengedőbb vagyok, meg sokkal türelmesebb is vagyok az ilyen típusú kivagyiságokkal kapcsolatban, mert pontosan tudom, hogy én nekem mennyi küzdelem volt, és mennyi empátiát pusztítottam a környezetemből, meg figyelmet, meg nem tudom én, igen, figyelmet, ami az én ilyen típusú habzásaimhoz kellett. Egy ilyen, hogy ilyen beszédkészséggel azért talán kicsit több alázat a beszédtechnika órák irányában nem ártana, de egyébként még ezt a típusú alázatot a mai napig nem sikerült elsajátítanom, mert bár visszatérő, még mindig visszatérő kommentek szólnak arról, hogy nagyon kérjük, hogy a hadarást és bizonyos hangok képzését most már tényleg próbálja meg elsajátítani. Kisebb próbálkozásaim voltak erre, de annyira gyűlöletesnek éreztem, annyira mechanikusnak éreztem, és annyira azt éreztem, hogy én nem leszek erre képes, hogy ezzel így módszeresen nem foglalkoztam, ami mondjuk például simán lehet, hogy egy szakmai restség. Ugyanakkor neked nagy utat kellett megtenned a kezdeti beszéd hibáid leküzdésére. Hát a másik, hogy ezzel eltöltöttem már legalább 2 évet gyerekkoromban, tehát én óvodában úgy jártam, hogy nem, tehát hogy konkrétan senki nem értette az alapvető, nem tudom, R, mit tudom, milyen hangokat nem tudtam képezni, és akkor ott egy helyi logopédus nagyon sokáig fejlesztett. Tehát jelzni, hogy ez már a fejlesztett változat, tessék megelégedni vele, eddig tudtam eljutni. De szerinted nem szakmai restség? De. És igénytelenség? Nem igénytelenség, restség, mert egyébként kéne rá, tehát nem tudom én, lehetne, tehát nem egy akkor erőfeszítés, csak tényleg az a helyzet ez, ami a, tehát hogy mit priorizálsz az életedben, és én nekem mondjuk fontosabb az, hogy
nem tudom én, maradjon időm olvasni, maradjon időm úszni, maradjon időm egy csomó dologra, és azt az időt nem akarom odaadni a beszédórának, és ez simán mínusz a újságírói riporteri működésemben, teljesen elfogadom. De másik oldalról meg az van, hogy ezt az időt én elhasználom arra, hogy adott esetben tájékozottabb, adott esetben fantáziagazdagabb, meg adott esetben csak egyszerűen jobb állapotban lévő legyek, ami szerintem legalább annyira fontos diszpozíciója a szakmai működésem, mint az, hogy képes legyek olyan artikuláltsággal beszélni. És most karikírozom, és bocsánat, ez nagyon méltánytalan a logopédusokkal, beszédtanárokkal szemben. Én ezt a tudást nem tudtam kellő tisztelettel kezelni, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy tiszteletre nem méltó tudás lenne. No, válasz kérlek egy másik kifejezést. Jesszusom még. Csak azért is kipipálom. Az, hogy valamitől nagyon félek. Olyan. És azon gondolkozom, hogy ezt szabad-e bevállalni, vagy sem. Nem nagyon félek, de hogy így... Én biztatnálok. Hát akkor menjünk rá az ütésállóra. Az ütésálló, az a kritika, mint olyan veled kapcsolatban. És engem az érdekelne, engem nagyon imponál, hogy te rendszeresen elmondod interjú szituációkban, hogy azért téged a közéleti munkásságodban kapott ilyen-olyan kritikák nem nagyon sebeznek meg. Volt-e olyan, amiről itt most bemersz számolni, ami azért úgy megkarcolta a lelked? Valami is mindig, tehát hogy azért bocs, az más is személyesen idő helyre tenni, meg az első érzelmi sokkokat így nem tudom elkezelni, de annyira meg azt meg nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy aki a nyilvánosságban dolgozik, szerintem ez egy ilyen nagyon visszataszító tulajdonsága a magyar nyilvánosságnak, hogy így emberek konkrétan így hihetetlen ilyen éretlenségről tesznek tanúbizonyságot, amikor kritika éri a személyüket, és így azonnal azt ilyen személyesbe fordítják át, nem teszik lehetővé azt, hogy adott esetben arról valamifajta diskurzus alakuljunk, és a többi. Ha valakinek olyan sikerei vannak, mint nekem, akkor az a minimum, hogy viselj el, hogy nem mindenkinek fog ezt tetszést kelteni. Ez benne van a jegyárába, szoktam volt mondani. Így. És szerintem ez egy nagyon antidemokratikus attitűd, amikor emberek azért, mert másokban, és bocs, hogy mondjam, a leg méltánytalanabbul megfogalmazott kritikának is vannak ilyen szubstantív részei, amik pont azért rossz, hogy méltánytalan van megfogalmazva, mert egyébként neked lehetővé teszik, hogy abba kapaszkodj. Milyen jelző szerkezetet használt, és közben egyébként, ha felejtsd már el, sajnos ott van igazság. El is gondolkodsz rajta? Persze, mindig. Mindig. Mi az, ami mondjuk megváltoztatott benned valamit? Kritikákat a legtöbbször olyan típusú helyzetek miatt kaptam, amelyekről én azt gondoltam, hogy abban valami nagyon releváns tudás fogalmazódott meg, és én azért is voltam adott esetben éles, vehemens, pont, mert azt gondoltam, hogy ez fontos. Tehát itt még van egy kis tisztázni való, ezt muszáj. És ezt a kritikusaim sokszor méltánytalanságnak, felesleges konfliktus gerjesztésnek, meg ilyen kálkán és csomót kereső szenzációhajászatnak látták, és valószínűleg van benne igazság. Tehát, hogy nyilvánvalóan pontosan tudod, hogy ennek a szakmának az egyik legfontosabb szerintem, de tényleg a legfontosabb munkaeszközeink egyike szerintem az arány, az arányosság képviselete, tehát hogy így, és amikor aránytalanná válok, akkor nyilvánvalóan joggal merül fel az a kérdés, hogy hát de abban az előző interjútban meg ott milyen könnyen engedted ezt és ezt, itt meg mennyire... Melyik volt az, amire úgy gondolsz vissza, hogy nagyon túltoltad? Ezt is el fogom mondani majd az önéletírásomban, ha lesz egyszer ilyen. Sokat tartogatsz ott, azért hát, sok kérdényt. Nem, megmondom miért. Szerintem nem szabad a nyilvánosságban utólagosan alanyokat és alanyokkal kapcsolatos helyzeteket nekem véleményezni. Mert egyrészt neki nincsen rá lehetősége. Vagy hogy olyan korlátozottabban van lehetősége, mint nekem. És ezzel soha nem értem vissza. Tehát, hogyha bármilyen módon turbulenciát keltett valamelyik interjú, és az alany ezt nehezményezte, kifejtette, bárhol, bármilyen módon véleményezte, akkor én nekem az az emlékem és az az önképem, hogy én soha nem voltam ezzel kapcsolatban nem tudom, ilyen visszavágó. Tehát nem üzengettem, azt nagyon Pityánernek tartanám. Ha most mondok egyet, nem is akarod azt gondolom kommentálni, hogy belemenjünk egynek a taglalásába például. Nem kötelező. Meg tudok akadályozni benne, Endre? Legfeljebb kikéred magadnak, és lehet, hogy rosszul emlékszem. Soha nem fogom kikérni, szerintem. Vagy remélem. Kovács Áronnal készült interjú. Az mélypont volt, igen. Mélypont? Hát abban az értelemben igen, hogy egy nagyon buta attitűdöt vettem föl,
Ugye az még szerintem itt a Covid időszakában készült, nem 2020 tavasszal? Talán, azt hiszem, igen. Hát az még abszolút a fölívelés ennek a kezdeti időszaka, tehát kázi én első interjúkat 2019 őszén kezdtem el, és 2020 legelején már úgy voltam kezelve, mint egy ilyen wow, nem tudom micsoda riporteri tehetség, ami nyilvánvalóan nem tesz jót. És ott ráadásul egy olyan téma volt, ami az én szempontomból, nem tudom én, a nemek közötti egyenlőség kérdése iszonyú fontos, vagy én... Mindegy, szóval ott volt egy ilyen helyzet, amiben azt gondoltam, hogy van valami, amit érdemes kritikailag felvetni az Áronnal szemben. A lehető legrosszabb eszközöket használtam hozzá, de nem véletlenül nincsen levéve a mai napig az a videó. Nagyon helyesen a kommentariátus szétszette, én pedig szembesülettem azzal, hogy ha még volt is egyébként érdemi kritikai magja annak, azt ilyen szempontból és ilyen módszerekkel érvényesíteni egy alannyal szemben, hát ez a közlemegység tárgyalválásnak a veszélyét hozza magával. Ilyenkor például te, ha beismered saját magadnak is, hogy túltoltad és nem működött az arányérzéked, akkor elnézést kérsz Kovács Árontól? Hát ezt nem ott ismertem föl. Ezt hetekkel vagy hónapokkal később adott esetben. De akkor is lehet bocsánatot kérni. Lehet bocsánatot kérni, mert ha jön egyszer, akkor mindenképpen beszélünk róla, szerintem. Még egyet mondok, bármit. Jó? Kőszeg Ferenc interjú, ami talán az utóbbi időben az egyik legnagyobb hullámokat kavaró Gulyás Márton interjú volt. Nyáron volt. Nyáron volt, igen. Így van. Hogy azt például, mondjuk el az a kedvélet, hogy nem mindenki emlékszik rá, ott a pedofíliához, a kiskorúval való szexuális viszony kapcsán készült egy interjú. Pedofília, efebofília, ugye ezeknek a fogalmatnak egy nem eléggé akkurátusan kezelt elválasztása a részemről okozta, én azt gondolom, az alapvető problémát. Ott ugye az merült föl veled szemben vádként, vagy kritikaként, hogy lehet-e egy már idősebb embert 5-6 órás interjúnak kitenni, és ennyire delikát, nagyon pontos fogalmazást igénylő témák kapcsán színvallásra késztetni, ahol egy félmondatnak is van jelentősége, vagy félreértelmezhetősége. Persze. Ha ez a kérdés, hogy lehet-e egy idős embert 5-6 órás életi interjúnak kitenni, akkor az válaszom, hogy szerintem igen. És azt hiszem, hogy Kőszeg Ferenc ezt a részét nem is kritizálta a megszólalásaiban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hál' Istennek kiváló szellemi egészségnek örvend, tökéletesen önrendelkezésre képes volt akkor is, az én legjobb tudomásom szerint most is az, pont most volt a születése napja. Úgyhogy ha ez a kérdés, akkor erre az a válaszom, hogy szerintem igen. Tehát, hogyha bármilyen szempontból, és ebben azt gondolom, hogy tehát ezt magabiztosan merem állítani, hogyha bármilyen szempontból fölmerült volna, hogy az önrendelkezésre való képességnek a birtokában nincs, akkor ha én nem is, de ezért azok a kiváló szerkesztő kollégák, akik ezen dolgoztak, egészen biztosan behúzták volna ki az iféket. Volt már ilyen ugyanis. Ezt akartam kérdezni. Tehát volt már olyan, hogy egy alanyról kiderült interjú készítés közben, hogy húha, ez nem fog összeállni. És nem azért nem fog összeállni, mert nagyon más gondolunk a világról, nem azért, mert egész egyszerűen nincsen a szellemi önrendelkezésnek azon képességnek a birtokában, hogy kapcsolódni tudjon, kérdést értelmezni tudjon, és így tovább. Tehát mit csináltál ilyenkor? Volt ilyen, amit leállítottam menet közben. De mire hivatkozva? Ez nagyon kínos dolog. Az nagyon kínos dolog, de amikor, tehát van olyan helyzet, amikor, most nem akarom ennyit mondani, tehát hogy van olyan helyzet, amikor ezt le lehet állítani, mert annyira problémás, hogy muszáj most leállunk, és erről beszélünk, hogy mi történt. És van olyan helyzet, amikor eljutunk egy adott pontig, és akkor ott zárom le, és mondom azt, hogy akkor most pihenjünk egy kicsit, és beszélünk erről később. Sok mindenről tudnánk beszélni. Tehát itt ez a 20 téma, ez most ilyen 5-6 formájában nyert kibontakozást, mármint ez a beszélgetés. Egyet még hogy kérdezzek végezetül, mert ez nekem nagyon tetszett, mert gondoltam, ha már találkozunk, akkor nyilvánosan megkérdezem. Ez egy 2018-as nyilatkozatod. Azt mondtad, hogy te kérdezetként jobb vagy. Még talán azt is mondtad, hogy sokkal jobb vagy, mint kérdezőként. Azért ma már 2024-ben gondolom, ezt nem tartod. Nem szeretek interjút adni. Alapvetően azért nem szeretek interjút adni, mert nem ez a funkcióm szerintem a nyilvánosságban. Ide is nagyon nehezen jöttem el, hát mennyi ideje próbál szagítálni valamit a nézőknek. Csak azért volt bekönyörgöm, mert tudom jól, hogy az lesz, hogy ez kikerül,
és ugye vannak további ígéretek, amiket már így elutasított. Most tudom, hogy ez megint megnyitja. Szerintem 3 éve biztos. Jó, kettőre 100%-ig biztos vagyok, de én 3 mennék mondani. Akkor ezt most mindenki másnak is, aki majd így... Próbálkozzanak. Hát igen, mert így retteltesen utálatos dolog nem interjút adni, csak neked közben meg ez a professzió. Tehát pontosan tudom, hogy én neked munkaeszköz vagyok, miért ne biztosítanám azt, hogy tudd a munkádat végezni, hiszen én magam is adott esetben elhívlak téged, voltál már műsorunkban, remélem leszel is. Tehát, hogy ez egy elemi szakmai szolidaritási rendelkezésre állsz. Nem szeretek interjút adni, de ennél a helyzetnél már csak azt szívelem nehezebben, amikor egy emberek arról panaszkodnak, hogy jaj, de nehéz az életük, hogy interjút kell adni. Alapvetően nagyon élvezetes dolog nyilván itt veled is akár csak beszélgetni. Nyilván gondolok arra, hogy egy-két olyan válaszom vagy helyzet, amit itt láthattak az emberek, hogy ez fog-e úgy értelmeződni, mint ahogy az ember reméli, hogy értelmeződik, de hát ebből a szempontból mindannyian ki vagyunk téve a nép ítéletének, úgyhogy erre ráhatásom nincs, úgyhogy csak köszönöm a lehetőséget, és különösen a türelmet, hogy ilyen hosszan eltűrted, hogy ne képviseljen veled szemben ezt a minimális szakmai szolidaritást, de most megtettem, a következő évtizedben ne számíts rá. Köszönöm, hogy itt voltál. Ne, én köszönöm, nagyon megtisztelő volt tényleg, köszönöm szépen. Én köszönöm.